Szebbnél szebb iparművészeti alkotásokat sorakoztattak fel szombaton a helyi keramikusok a Városi Vendégházban, amelyben a helyi nagyérdemű és az ide látogató közönség is gyönyörködhetett. A kezdeményezésről Varga Tímea számolt be stábunknak. A Szentendrei Keramikusok Egyesülete volt igazából az ötletadója ennek az eseménynek. Tavasszal felpesdült egy kicsit az élet, és akkor ott több ötletet is megfogalmaztunk egy megbeszélésen, és ez volt az egyik, hogy szeretnénk bemutatkozni a szentendreieknek, meg a szentendrei látogató turistáknak is, hogy egy kicsit úgy jobban hírét vigyük annak, hogy Szentendrén mennyi keramikus él, és Szentendre környékén, és hogy legalább annyira meghatározó szerintem Szentendrén az, hogy keramikusok élnek itt, mint ahogy festők, fotósok és egyéb művészek. A kerámia az utóbbi időben reneszánszát éli. Egyre több alkotó műhely alakul, és egyre nagyobb az érdeklődés a különböző workshopok iránt, fejtette ki az iparművész, aki a szakma szépségét is megosztotta velünk. Szerintem nagyon komplex egy keramikusnak az élete, mert amikor alkot, akkor az alapvetően egy magányos dolog, és szerintem én magamról beszélve én azt tudom mondani, hogy én szeretem is ezt a közeget, hogy olyankor egyedül vagyok, tudom, hogy mit szeretnék készíteni, és van egy ritmusa ennek az alkotásnak. Az egy inkább egy befelé fordulásról szól, nyilván más az, amikor valaki megrendelésre, határidőre, azért abban van egy kicsi stressz, de van, amikor szabad alkotásról van szó, és tényleg az kerül ki az ember keze közül, amit úgy tényleg szeretett volna, úgy megálmodott. És a másik oldala a keramikus életnek az, amikor foglalkozásokat tartunk. Ugye nagyon sokan gyakorlatilag a munkájuknak az egyik nagy része az, hogy embereknek mutatják meg, bevezetik őket a kerámia világába. Most szerintem ennek nagyon nagy egyrészt divatja van, másrészt meg szerintem az emberek most jobban értékelik talán az élményt, és én abszolút támogatom is ezt, és szeretek is foglalkozásokat tartani, de az egy abszolút egy kifelé irányuló tevékenység, akkor arról szól, hogy abban az időben megpróbál az ember minél többet segíteni, és minél több mindent megmutatni, megtanítani annak, aki éppen arra a foglalkozásra jött. Lakberendezési és használati tárgyként is egyaránt éke lehet a lakásunknak egy-egy remek mű, amelynek alkotó folyamatába, mint a korongozásba és a festésbe is bepillantást nyerhettek a látogatók. Én alapvetően korongozok, azt korongozást nagyon szeretem, és a korongozáshoz kapcsolódóan ugye az a formaalkotásról szól, és a felületet is meg szoktam munkálni, használok engóbokat, tehát színezem az agyagot, és akkor utána még arra jön az engóbnak, mondjuk bele szoktam karcolni dolgokat, vagy most éppen itt látható, amit a bemutatón készítek, hogy színezett agyagból készítek tárgyakat, az már egy laptechnika, tehát azt ott nem korongozok. És hát a mázazás is szerintem az egy ilyen külön világ, hogy van, aki egyféle mázat használ, egy színtelent, van, aki többféle mázat kombinál, úgyhogy ezzel is nagyon jól el lehet játszani, ezt is szeretem. Azokat, akik lemaradtak a szombati rendezvényről, és természetesen minden érdeklődőt szeretettel várnak júniusban is a szervezők. A következő igazán nagy tervünk, az egy nagyszabású hétvégi vásár lesz majd, június 17-én és 18-án, tehát szombaton és vasárnap, a Dumcsán csak keramikusok fognak árulni, és ráadásul szentendrei és környékbeli keramikusok. Tehát ez tényleg egy egyedülálló, különleges alkalom lesz, hogy az ember végig sétál, és fogja látni majd ezt a sokféleséget, hogy itt milyen sokféle és milyen fantasztikus tárgyakat készítenek a helyiek. Érdemes követni az Irány Szentendre Facebook oldalát, ahol folyamatosan közzéteszik a legfrissebb programajánlókat és az aktuális rendezvényeket. Továbbá itt fogják megtalálni a szentendrei keramikusok következő eseményének részleteit is.